Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük főbb témáinkat. Kavosz gazdasági fórum, aktuális információk hazai és uniós finanszírozási lehetőségekről. Nagyobb biztonságban átadták a Sopronkövesdi új körzeti megbízotti irodát. És 5 új villamos mozdony beszerzésére írt ki tendert a Gyesev ZRT. Országos gazdasági fórum előadássorozatot indított a Kavosz ZRT, melynek újabb állomása Sopron volt. Az érdeklődő vállalkozások közvetlenül szerezhettek naprakész és minél részletesebb információt az aktuális hazai és uniós finanszírozási lehetőségekről és a Széchenyi kártya adta előnyökről. A KKV szektor forráshoz jutásának lehetőségei az új uniós ciklusban és a Széchenyi kártya program is kiemelkedő témája volt a Kavosz gazdasági fórumának Sopronban. A Liszt Ferenc konferencia központban a helyi vállalkozások képviselői tájékoztatták a gazdasági folyamatok alakulásáról. Nagyon sok olyan új újdonság van, főleg a kamatok tekintetében, ami vállalkozó számára abszolút érdekes. Neki 4 dolog fontos: gyorsan kapjon pénzt, olcsón kapjon pénzt, értse azt, amiről beszél, és ne kelljen hozzá letennie mindenfajta dupla, tripla, négyszeres fedezeteket a bank számára. Az Széchenyi kártya ezt megadja neki. Mivel most kedden volt kamatvágás a jegybanknál, ezért ott egy 1,05%-os most a jegybanki alapkamat, a Széchenyi kártya pedig erre van rákötve, úgyhogy be tudtuk jelenteni azt, hogy történelmi mélyponton van a Széchenyi kártyának a kamata. Az előadók között szerepelt dr. Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, és dr. Fodor Tamás, városunk polgármestere is, aki Sopron gazdasági helyzete és gazdaságfejlesztési céljai címmel tartott előadást. A helyi adottságok determinálják a lehetőségeinket. Ez alapján az egyetem jelenlétével, amely alapjába véve egy zöld tevékenységgel és mérnöki tevékenységgel foglalkozó egyetem, ezt a 3-as célt tűztük ki: faipar, erdőgazdálkodás, környezetipar, de nem kizárólagosan. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezek azok a tevékenységek, amelyek ipari tevékenység tekintetében befogadhatóak és támogathatóak. De meg kell nevezni azt a célt, amivel az infrastruktúrális hátteret egy adott irányba, egy adott szellemiségben működtetni kell. A fórum remek alkalmat biztosított, hogy az előadók révén gyakorlati tippekkel és tanácsokkal lássák el a magánszektor szereplőit, például a pályázatokhoz szükséges önerőbiztosításához. Az érdeklődő vállalkozások közvetlenül szerezhettek naprakész és minél részletesebb információt az aktuális hazai és uniós finanszírozási lehetőségekről és a Széchenyi kártya adta előnyükről. Átadták az új Sopronkövesdi körzeti megbízott irodát, amely 35 millió forintból készült el. A nagyobb rendőri jelenlétre azért van szükség a faluban, mert a település lélekszáma folyamatosan növekszik, az eddigi biztonság fenntartása pedig fontos cél. A település önkormányzata ezért döntött úgy, hogy a tulajdonában lévő ingatlant átalakítja, így állandó rendőri jelenlét lehet a környéken. Csütörtök délelőtt átadták az új körzeti megbízott irodát Sopronkövesden a Lilium utcában. Fülöp Zoltán, a település polgármestere köszöntőjében kiemelte: az önkormányzat által kijelölt építési telkeket rendre elkapkodják az építkezni vágyók, így évről évre nő a település lélekszáma. Ezért is fontos, hogy az ott élők nagyobb biztonságban érezzék magukat. Falu dinamikus fejlődése hozta a gondolatot, hogy a minél több itt dolgozó, a minél több itt letelepedő, itt élőnek a biztonságérzetét tovább növeljük, és a jogközbiztonságot továbbra is igyekezzünk megtartani. Az eseményen köszöntő beszédet mondott Fértől Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője is, aki beszédében büszkeségének adott hangot, hogy az országrész rohamosan fejlődik ipari, közigazgatási és rendfenntartási téren. A közjó kiteljesítését megcélzó tevékenység nem önmagában létezik, hanem közösség egészére kiterjed, ezért igazán sikeres csak az összefogásban lehet. Az összefogás az önkormányzat, az otthonteremtők között, a település és a katasztrófavédelem között, aztán a rendőrség összefogása a településsel, és a kiváló kapcsolat és együttműködés a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT-vel mind benne vannak a mai eredményben.
A 35 millió forintból elkészült iroda 150 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, benne minden feltétel adott, hogy a szolgálatot teljesítő rendőrök megfelelő körülmények között végezhessék munkájukat. Körzeti megbízottak felelnek az adott település, illetve települések, most konkrétan Sopronköves tekintetében, ez mintegy 20 települést és 15 ezer lakost fog jelenteni. A rendőri feladatok ellátásáért, ami sokrétű, tehát ez a körzeti megbízottak tekintetében, ez magába foglalja a közlekedési, közbiztonsági feladatokat is. Sopronkövesden hamarosan katasztrófavédelmi őrs épül, így az esetleges balesetek és bűnesetek során a rend és a biztonság őreinek már nem Sopronból kell kiszállniuk. 5 darab új villamos mozdony beszerzésére írt ki tendert a Győr-Sopron-Ébenfurt Vasút ZRT. A vasúttársaság mind a személyszállításban, mind a teherszállításban használná a mozdonyokat, amelyek legyártására május 30-áig jelentkezhetnek a gyártók. Az elmúlt években történt fejlesztések után tovább bővülhet a Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút ZRT mozdonyparkja. A GYESEV 5 új villamos mozdony beszerzésére írt ki pályázatot, amelynek keretében a vasúttársaság 2 darab két áramnemű dízel segédhajtásos és 3 darab három áramnemű mozdonyt vásárolna. A két áramnemű mozdonyoknál a gyártóknak lehetősége van arra, hogy a segédhajtást a leszállítás utáni egy éven belül szerelje be. Mindkét mozdonytípus esetében feltétel, hogy rendelkezzenek vasútüzemi hatósági engedélyen Magyarország, Ausztria, Németország, valamint a szállítást követő egy éven belül Románia területére. A három áramnemű mozdony esetében még Csehországra, Szlovákiára és Lengyelországra is szintén a szállítást követő egy éven belül. A pályázat kiírása szerint a gyártónak 30 évig biztosítania kell az alkatrészszállítást, a karbantartási folyamatok utasításait, valamint 5 éven keresztül a karbantartási és irányítás technikai szoftverek frissítését is. A szerződést kötéstől számított 30 hónapon belül a GYESEV-nek lehetősége van 4, legalább 2 áramnemű mozdony vásárlására is. A tenderre május 30-ig várják a gyártók jelentkezését. A Testvériség Néptánc Együttes Sopron belvárosa a Tűztoronnyal és Sarkadi Sándor költő életműve is bekerült a megyei értéktárba, amelyről a Győr-Moson-Sopron megyei értéktárbizottság döntött a napokban. Ma már 77 megyerikum található a megyei értéktárban, mivel újabb 14-jel bővült számuk a napokban. Az elismerést a 2013-ban alapított Győr-Moson-Sopron megyei értéktárbizottság adományozza. Soproni vonatkozású megyerikummá vált a történelmi belváros és a Tűztorony, a Selmeci diákhagyományok, amely 2014-ben már felkerült a Magyar Szellemi Örökség jegyzékébe is. Sopronnak korábban sajnálatos módon nem voltak a megyei értéktárban értéke, ez nem azt jelenti, hogy Sopron nem értékes város, hiszen nem csak úgy megyei jogú város, hanem mint Magyarország egyik legismertebb történelmi városa, és azt kell mondom, hogy rengeteg értékkel bír, ugyanakkor Sopronból nem érkezett jelölés, tavaly évvégén érkezett az első. Azt kell mondom, hogy a megyei értéktár innen igazán teljes, hiszen amikor 23 értékkel kezdtünk, annak jelentős része Rába közében Győri volt, ugyanakkor rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy most már megjelentek a soproni értékek is, tehát ez a csodálatos város és a feltöltáj is megfelelő mennyiségi értékkel képvisel magát a Győr-Moson-Sopron megyei értéktárba, ezzel együtt is egyébként a Sopron környéki jelöléseket továbbra is várjuk. A megyerikumok listáján szerepel a soproni hűséggondolat, a soproni Pontzichter hagyományok és a gazdapolgárnegyed, a Stornó és a Cetlanger historikus magángyűjtemények, Sopron zsidó imaházai és Sarkadi Sándor költő életműve is. Sopron és környéke német nemzetiségi néphagyományok ápolójaként és átörökítőjeként a testvériség elsőként lett megyerikum a német nemzetiségi együttesek közül. Negyed döntőbe jutott Babos Tíme a Marokkóban. A Rabatban megrendezett salakpályás tenisztorna női versenyében a 22 éves soproni teniszező esélyt sem adott Laura Robsonnak, aki nemrég tért vissza a nemzetközi versenyek világába. A világranglistán 40. helyezett magyar teniszező 59 perces mérkőzésen búcsúztatta brit ellenfelét. A negyed döntőben Tíme a világranglista 102. helyén álló Pauline Parmentier-vel találkozik. Babos 2014-ben már játszott kemény pályán a 30 éves francia sportolóval, akkor győztesen hagyta el a pályát.
Magabiztos győzelemmel zárta a Sopron KC a férfi kosárlabda NB1-es bajnokság középszakaszát. A Kaposvár 35 percig remekül tartotta magát, nem ritkán vezetett is az erősen tartalékos, felszabadultan játszó alakulat. A hazaiak a hajrára felőrölték ellenfelüket, és 90-77-re nyerték a tét nélküli mérkőzést. A fehérmezes Sopron vezette a biztos 6. és 7. helyezett csapatok találkozójának első támadását. Bő másfél percet kellett várni az első kosárra, ezt követően dobóversenyt rendeztek a csapatok hol több, hol kevesebb sikerrel. A negyed egy pontos vendégvezetéssel zárult. A második 10 percben tovább folytatódott a dobópárbaj, bár egyik fél sem büszkélkedhetett túl jó dobó százalékkal. 1 perc 15 másodperccel a félidő vége előtt Sabáli Balázs kikérte a mérkőzés első időkérését. A taktika jó döntésnek bizonyult, Ruják szép zicser dobott belőle. Az első 20 percben egyik csapatnak sem sikerült meglépnie ellenfelétől, 39-39-es döntetlennel indult a második félidő. A harmadik negyed elején úgy tűnt, kicsit az öltözőben ragadt a Sopron, a 23. perc végére ugyanis 4 ponttal ellépett a Kaposvár. A negyed közepén Taylor gyönyörű zsákolásai színesítették az összecsapást, amire a soproni közönség is felébredt. A 28. perctől zónavédekezésre váltott a hazai csapat, azonban így is csak 3 pontos előnyre tett szert a 30 percet követően. Az utolsó negyedet 6-2-es rohammal kezdte az SKC, így a 32. perc elején Kmézis Zorán időt kért. Innentől kezdve a Sopron irányította a mérkőzést, 10 pontra növelte előnyét. A találkozó utolsó percében már nem volt kérdés a fehérmezesek győzelme, bár az utolsó másodpercig küzdött a Kaposvár, elfáradt a végére, így magabiztos SKC győzelem született. Mind a két csapat számára úgymond felesleges, és felesleges kötelező volt. Látszott is talán az első fél időben, hogy mentálisan azért nem úgy pörögtünk, ahogy egy komoly mérkőzésen kellene. Éppen ezt kértem a fél időben, hogy ezen próbálj meg változtatni. Azt gondolom, hogy valamelyest sikerült, ugyanakkor a dobó százalékunk elég katasztrofálisra sikeredett. 3 pontos dobásokra gondolok. Ezen mindenképpen javítani kell a jövőben. Ez adódhat abból is, hogy ahogy említettem, nem voltunk annyira koncentráltak. De a mai mérkőzés folyamán azt gondolom mind a két csapat számára az volt a legfontosabb, hogy túl legyünk rajta, ne legyenek sérültek, és mindenki már fejben azért a jövő heti rájátszásra készült. A rájátszásban az atomerőmű ellen lép pályára az SKC. Bár a szerdán kezdődő sorozatban a Paks élvezi a pályaelőnyt, Sabáli Balázs bízik a 4 közé jutásban. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk holnap, majd érkezik Mozaik című műsorunk, melynek mai vendége a Sopron Holding ZRT vezérigazgatója Nagy Zsolt lesz. Adásunk végén pedig az Életforma című egészségügyi és életmód magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap részben napos időre számíthatunk, eső nem valószínű, a szél pedig mérsékelt lesz. A hőmérséklet napközben minimum 12, maximum 16 fok között alakul.